Az előadásom címe, az voltak éppen a konferencia címe, az iparművészet, mint érték. Mindenek előtt szeretnék hivatkozni arra, amit a fényünnep kiállítás megnyitóján említettem. Az iparművészeti alkotás minőségének meghatározásában legfontosabb az egyén, az egyéniség, a karakter szerepe, annak eredetisége és ereje. Legpregnánsabban az iparművészet úgynevezett autonóm területére vonatkoztatható ez a megállapítás. Minden iparművészeti műfaj valamely használati célokat szolgáló mesterségből emelkedett ki. Az autonóm pedig azt jelenti, hogy a mesterség anyagát és technológiáját megtartván, annak szépségét, esztétikai lehetőségeit kihasználva a művész eljuthat a vizuális gondolkodás és kifejezés legmagasabb szintjeire. A tervező művészetre is áll ez a tétel, de főleg a használati minőség kevésbé az önkifejezés tekintetében. Bár bizonyos területeken a karakteri felismerés rendkívül fontos, akár márkára, akár tervezőre, akár a formára vonatkozóan. Az iparművészeti alkotás minősége szorosan összefügg az érték kategóriával. Ne felejtsük el azonban, hogy ez mennyire relatív, ha az egész világon ismert szlogenre gondolunk, a jó dizájn nem drága. Így azt hiszem, hogy kicsit összemostam, vagy összekapcsoltam az autonóm és a dizájn területet. Az iparművészet, mint érték címben jelzett tartalma röviden nem válaszolható meg, bár ha megkísérelném, csak annyit mondhatnék, hogy hát persze, hogy érték, de hozzágondolom, csak nem mondom ki, lényegében és elsősorban a művész érték számít, amihez kapcsolódik bizonyos erkölcsi hitelesség is. Zárójelbe teszem, hogy az iparművészet, mint kifejezés, mint szó, átlagos használatában nem gondolunk azonnal az autonóm alkotásokra, se az antikvitásokra, se a műkincsekre. Nézzük egy kicsit részletesebben a textil, kerámia, porcelán, üveg, ötvös, ipari formatervező, grafikus, a belsőépítészet, összefoglalóan az iparművészet területén az érték mit jelent, értékarányt, vagy ár-érték arányt, gyakorlati, azaz használati értéket, emocionális, azaz esztétikai értéket, és egy új kategória, amit nem tudok egészen precízen kifejezni, de megpróbálom, társadalmi értéket, ami alkalmazott és általános művészeti funkció környezeti attitűdben, tehát az összes műfaj együttese. Ezt nevezem társadalmi értéknek. Ez utóbbi, a leginkább problematikus, talán a legnehezebben megfogható, mert komplex tervezésfilozófiai összetevőkből áll. Kollektív érdekeket szolgál, s pont ennek az értékalkotó tényezőnek nincs ma igazán gazdája. Ezért pontosabb, ha kijelentő mód helyett inkább feltételes módot használunk, azaz nem szolgál, hanem érdekeket szolgálna. Minden iparművészeti műfaj elsősorban önmagával van elfoglalva. A komplexitásban való szerepkörére keveset gondol. E szerepkörhöz tartozó inspiráció alig létezik, és kérdem, mi lehet ennek az oka? A művészet a rendszerváltáskor állampolgári jog lett. Bárki a neve mögé odaírhatja, hogy iparművész vagy designer, stb. A pályán való működéshez nem kell zsűri. Nem kell az a zsűri, ami korábban pénzügyi, minőségi, értékelő feladatán túl spontán módon szolgálta a szakmai vagy szakmaközi kommunikációt. Ez tehát néhány kivétellel megszűnt. Egy kollégám annak idején boldogan felkiáltott, jaj de jó, mostantól mindenki mindenkinek az ellensége. Szó szerint így hangzott el. E folyamatban szinte automatikus következményként tudható be, hogy a hagyományos művészeti szervezetek állami támogatottsága lesorvadt, hiszen ha a művészet állampolgári jog, az egyben azt is jelenti, hogy mindenki, illetve minden szakma boldoguljon, ahogy tud. Hosszú idő kellett ahhoz, hogy ez a folyamat, mint tény, tudatosuljon bennünk.
Az új, a régihez képest mondhatni kaotikus állapotában a professzionalista iparművészetnek nincs kiemelkedő szerepe, vezető szerepkörről végképp nem is szólva, pedig a minőségi munkák, termékek iránti társadalmi igény mit sem változott, sőt. Ezek után óriási kérdőjel, hogy a tárgyi világ mint komplex struktúra tervezhető-e a jövőben, vagy nincs értelme vele foglalkozni, mondván, hogy majd alakul, ahogy alakul. Ha nem foglalkozunk vele, vajon mi lesz? Nemrég kérdezték tőlem, hogy mi az arszpoétikám, melyet így fogalmaztam. A magam részéről hiszek a civilizációban, a benne rejlő szépség életminőséget meghatározó erejében, de tudom, a jövőben összehangolt tervezés nélkül ez már lehetetlen. De maradjunk még a jelennél. A tárgyi környezetünk egy részét, talán a zömét általában nem tervezzük, hanem összeválogatjuk. Kivételt képeznek a komplex létesítmények. Az emberek 95%-a ma azt veszi, amit a multik áruházaiban kap. A tömegigényeket kiszolgáló áruházláncok filozófiája olcsón és jót. Az olcsó még helyel közel stimmel, de a jó már kérdőjeles. Elektronikai termékeknél, háztartási gépeknél általában azt kérdem magamtól, hogy vajon a terméknek volt-e profi dizájnere, vagy a marketinges mondta meg, hogy milyen legyen a termék. A marketing azt nézi, azt keresi, hogy mi is az a forma, amit a legtöbben vesznek a világban, vagy egy régióban. Egy biztos. A beépített kultúra minimális, viszont csillog-villog a műanyagon a nikkel, vagy a seszínű műanyagból készült termékeken a magas minőség jelzésére felhasznált fekete, matt vagy csillogó festék. Kerülik a radikálisan egyszerűt, azaz az illeszkedőt, a diszkrétet, a nemest. Tények veszem, a tárgy tervezésénél az igazi humánum, a jó ízlés felébresztése, azaz a legjobb értelembe vett ízlésformálás, vagy másképpen a tárgyon keresztül való szolgálat hiányzik. Pedig az biztos, a kerti törpére emlékeztető kávéfőző tervezéséhez ugyan annyi idő kell, mint egy a funkciónak legmegfelelőbb formához. Ma a legtöbb használati termék kis ráfordítással, de sztár akar lenni. Nem tudni miért, de ez a divat. Ez egy magatartásforma, mindenütt és mindenben. Ma a marketinges az úr több, mint a tervező. Ez az egyik alapprobléma, mert egy tisztességes dizájner nem gyúrható, a középszerű viszont tud mosolyogni és elfogadni, amit a menedzser óhajt. Kéri a vázlatterveket, a renderinget, és biztos kézzel kiválasztja az etetőset. Ezt a dizájner is tudja, ilyet is kell csinálni, mert ez a biztos, ez a nyerő, áll az üzlet. Itt beszúrtam pár szóval, meg is említem, a biztos mindenki ismeri a híres német Braun céget, amit megvásároltak az amerikaiak, és beszéltem a vezető tervezőjével, és azt mondta, hogy kicsit kedvetlenek vagyunk, mert minden fogkefét, minden egyszerű használati tárgyat, még egyszer hangsúlyozom, biztos ismerik, ez egy nagyon híres márka, és világhírű a dizájnere. Lényeg az, hogy az amerikaiak addig formálták, addig javítgatták, addig csinálták, amíg amerikai fogkefét nem csináltak belőle. Tehát nem csak fogkefét, hanem minden tárgy amerikanizálódott. Mi itt, ha látnánk pucatjával, ezeket nem vennénk meg. A tömegesen előállított tárgyak halmaza pedig egyre csak nő. Még szerencse, hogy az elavulás már precízen beépített paraméter. Szóval, innen indul a jövőkép. Hol van itt az iparművészet, mint érték? Ami biztató, de eléggé egyedülálló, például az IKEA. Ha az IKEA-ban vásárolod össze a lakásod és berendezésének egészét, meg fogsz döbbenni, olyan, mintha terveztetted volna. Itt azért tegeződöm, mert az IKEA is tegez. Ha az interneten nézelődsz, főleg skandináv országokban találni olyan termékcsoportokat, ahol a tervező neve nagyon fontos.
Az IKEA is kírja, olykor az arcát is mutatja, mint a márka márkáját, és le is közli azt a termékek borítóján. A tervező ugyanis meghatározója a termék kvalitásának, erős karakter, egyéni stílus képviselője, és mint ilyen viszont, mint korábban említettem, képes illeszkedni, kapcsolódni, és teszi ezt úgy, hogy a kiérdemelt sztárságán nem esik csorba. Azt kell mondanom, hogy a vázolt általános káoszban ezek a kristályosodási pontok, amihez valószínű felzárkozik a világ úgy, hogy nem érzi magát egyenruhában. Ezek a momentumok a tervezhető jövő alaplépései. Az a hazai ipar, mely korábban sok iparművészt foglalkoztatott, megszűnt. Az ipar valós helyzetéről alig van információnk. A tervezőművészeket nem véletlenül sújtja a munkanélküliség. Az autonóm terület működik, hisz az alkotás, a teremtés természete náluk nem megbízásra készül, hanem belső indítatásból. Az értékesített művek mennyisége viszont elenyésző, ami a jelen gazdasági helyzetben talán érthető is. A tervezőművészeti területen elképzelhetetlen, hogy valaki önmagának, illetve a fiókjának tervezzen. A tervezőművész számára a legnagyobb öröm, ha úgy tetszik az igazi cél, az igazi gyártás, az ipari gyártás, a megvalósítás. Ezt az élményt nemigen pótolhatja a menekülés az autonóm művészet területére. Érdekes módon egészen más a helyzet a kézműves mesterségek területén. Ott az utóbbi 10 évben fejlődés figyelhető meg, mind mennyiségben, mind minőségben. E területen található magas minőség bizony eléri az iparművészetet megélhető színvonalat. Ehhez nagy mértékben hozzájárul az utolsó 10 évben a kézművesség koordinált szervezeti léte, ami megfelel az elvárásoknak, bár bőven akad még a jövőben tennivaló. A tervezőművészeti oldal működéséhez ma és a jövőben mindenek előtt egy művész-ipar kapcsolatrendszer hiányzik. Hogyan tudja a tervezőművész bemutatni saját értékét, ha nincs állandóan ápolt, napraképsz kapcsolatrendszerben helye? Ha bárki felelős szemétől megkérdezzük, mi a magyar ipar, milyen helyzetben van, hogyan lehet objektíve minősíteni, milyen a színvonala, milyen a térképe, a regionális helyzete, kvalitatív összetétele, stb., nem tudnának rá válaszolni. Vagy ha megkérdezzük, hány jelentős magyar iparvállalat van, azt a választ kapnánk, hogy ó, sok. Na jó, soroljon néhányat. 10-nél megállna. De azt hiszem, hogy akkor is először a nemzetközieket sorolná. Vagy tegyük fel így a kérdést, ki mit gyárt? Van erre statisztika? Meg tudja-e valaki mondani, hogy hány profi tervezőművészt foglalkoztat jelenleg az ipar? Mert arra könnyen válaszolhatunk, hogy hányat nem. Az a mi statisztikánkból nagyon könnyen kiderül. Valaha volt iparpolitika. Mi van ma helyette? Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondta egy rádió interjúban az ősz folyamán, én magam hallottam, hogy az országos vagy nemzeti szinten, hogy országos vagy nemzeti szinten olyan, hogy teljesen szabad, azaz koordinálatlan ipari tevékenység a fejlett országokban nincsen. Az ipari fejlődés igenis irányított, és ebben mindennek az alapja az erős kamarai rendszer, mert csak ezeken keresztül képzelhető el a naprakész információ, mely oda-vissza áramlik, így reális képet lehet arról kapni, hogy hol szükséges beavatkozás, illetve megelőzhetők-e súlyos értékvesztések, csődök, továbbá melyik ágazat az, ahol láthatóvá válik előre és időben, hogy kiugró támogatásokkal célszerű fejleszteni, vagy még bizonyos ráfizetés mellett is szükséges azt fenntartani. Gondolok itt például az eladott magyar erős áramiparra. Nos, ezekben a kérdésekben súlyosan érintettek vagyunk. Ha a fejlesztésekbe bekapcsolhatók lennénk időben és koordináltan, ami azt jelenti, hogy nem utólag formatervezünk, adunk koncepciót, hanem előre, ez sajnos nem vicc, több évtizedes gyakorlat azt mutatja, hogy elkészül egy mérnöki konstrukció, és kérik a tervezőt, hogy most adjon neki szép ruhát. Írja be valaki a Google-ba, hogy magyar iparvállalatok. Meg fognak döbbenni, akárhogy is ragozza a fogalmat, minimális információt fog találni.
Az álmom lenne, hogy legyen egy olyan kortárs múzeum a tervezőművészetnek, ami bemutatja, példázza, hogy mire képesek a magyar tervezőművészek mindenek előtt a tárgytervezés területén. Mit tettek eddig, és milyen koncepcióik vannak? Ha ez megvalósulna, már senki nem mondhatná, hogy fióknak terveznek. Megjegyzendő, hogy az Iparművészeti Múzeum mai szóhasználatával élve eredetileg design múzeum volt. Mai szóhasználattal élve. Célja, hogy bemutasson, példázzon művészi szinten értékelhető mestermunkákat. A múzeumi gyűjtés nem korlátozódott kizárólag hazai termékekre az Iparművészeti Múzeumban. Nem is az a neve, sokszor úgy írják, hogy Magyar Iparművészeti Múzeum, nem, Iparművészeti Múzeum. Ezen a területen az időszaki kiállítások nem sokat érnek, mert mire eljut a célzott területekre, a kiállítás már bezár. Hál' Istennek az Iparművészeti Múzeum nagy rekonstrukciós tervpályázatában a design múzeumi szektor létrehozása már komoly helyet kapott. Csak maradjon is így, ha a rekonstrukció megkezdődik, s reméljük nem fog valahogy lekerülni a napirendről. Nagy lépés lenne ez előre, ha arra gondolok például, hogy az általam beindított modern osztályt 3 hónapi működés után a minisztérium parancsszóval megszüntette, mondván, hogy az ügy megalapozatlan és elhamarkodott. Ez 2005-ben volt. Említek még egy jó hírt. A Magyar Művészeti Akadémia értékmentés és kutatási lehetőség céljából feldolgozza az életműveket, ami számítógépen teljes keresztmetszetben hozzáférhető lesz. Hatalmas munka, ami már folyamatban van. Gondoljunk csak bele, a névsorból kiválasztunk egy nevet, és megtaláljuk az összes munkáját. De kikereshetünk bizonyos rendező elveket, és ennek megfelelően rendezettségben kapunk választ. Csak példákat mondok. Bebillentyűzöm, vagy kerámolyan művészet 1990-1995, és a gép kiadja az összes lényeges információt, akár témára, akár anyagra, akár nevekre bontottan. De a rendszerezés lehetősége szinte korlátlan. Arra akarok itt utalni, hogy nem csak mi magunkat keresünk ebben, hanem itt van egy olyan kapcsolati lehetőség, hogy az ipar bármihez hozzányúl, ebbe az adatbázisba bemegy, hihetetlen információkat kap és válogathat. Ez ma nincs. Nekem otthon van egy jó néhány albumom a magyar kortárs iparművészekről. Ha valamely konkrét művet meg akarom keresni, rengeteg idő megy rá. Egyik másik könyv nagy és nehéz, tehát nem kézikönyv. Aztán ugyanebben a kérdéskörben más művésszel akarok összehasonlítást tenni. Kezdődik minden előről, de más a könyv alakja, terjedelme, na és a feldolgozás módja, ha folytatom, rám egy 2 óra, s végén ott kötök ki, hogy azt se tudom, miért kezdtem el kutakodni. Felmegyek a netre, az artportálon művet alig látok. Alig találok. Nos, ezt a kint váltja fel a számítógépes feldolgozás, ezzel nem akarom azt hangsúlyozni, hogy ne legyenek könyvek. De tény, hogy a modern és széles körben használható kommunikációnak ez a feldolgozás az egyetlen és momentán legrövidebb út, ha nyitni akarunk, ha a köldöknézés helyett szakmáink szellemi gyakorlati létét be akarjuk mutatni, bevinni az életbe, a gyakorlatba, hogy a mindennapok hasznára válhassunk.